kedves nézőink, Sipos József úrral, a Sumi Agro Hungary Kft. Területi képviselőjével, és Kovács György úrral, a Szentesi Árpád Agrár ZRT vezérigazgató helyettesével. Itt a területükön folytatunk beszélgetést a jelenlegi tavaszi mezőgazdasági helyzetképről. Kovács úr, kérem, mondja el a nézőknek, hogy hol vagyunk, mit láthatunk, és mennyi csapadékot kapott az őszi vetés. Üdvözlöm a Kurca Televízió nézőit. Egy őszi búza vetésű táblában vagyunk most, és itt a kezemben tartom a mostani fenofázisban lévő növényeket. Látszik, hogy nagyságrendileg egy késő őszi állapotba vannak fejlettségi állapotva ezek a növények. Az ősszel ugye nagyon kevés csapadék volt, tehát gyakorlatilag szeptembertől kezdve kezdődött az aszályos időszak, és egész ősszel a elmúlt időszakban későn tudtak csak sajnos kicsírázni és kikelni a növények, és hát tavasszal folytatódott ez a csapadék hiány. Az év első három hónapjában összesen 15 mm csapadék volt, csak érzékeltetésképpen mondom, hogy ez az előző évben, 21-ben, ebben az első három hónapban 93 mm csapadék hullott, és áprilisban jött ehhez a 15 mm-hez még 15 mm két alkalommal, tehát idáig összesen 30 mm csapadék volt ebben az esztendőben. Ez mutatkozik itt a növényeken, hiszen alig van gyökérzete neki, és hát a hajtás és a növekedésén látszik, a bokrosodása gyakorlatilag nulla. Tehát nagyon gyenge képet mutat, nem tudjuk meddig tart ez a csapadékmentes időszak, de elég rossz vetülete van a terméshozamra. Sipos úr, ön hogy látja, a hideg és a csapadék hiány hogyan függ össze? Milyen hatással van ez a növények fenológiai fázisaira? Tisztelettel köszöntöm a Kurca Televízió nézőit. Nagyon örülök, hogy Kovács úrral együtt lehetünk itt a területen, és együtt tudjuk megszemlézni itt Szentes határában a gabonákat és egyéb növényeket. Ha picit visszatekintünk az elmúlt esztendőre, látható volt a késő őszi állapotban is, hogy nagyon kevés csapadék esett, és a legfontosabb puffer, legfontosabb gyűjtő, az pedig az élő talajközeg, amiben kellene, hogy elraktározódjon a téli és az őszi csapadéknak, és akkor a tavaszi csapadéknak a mennyisége. Ez nem történt meg. Ahogy Kovács úr is elmondta, az elmúlt napokban levő csapadék arra volt jó, hogy a talaj felső rétegébe egy picit kapott a talaj felső rétege nedvességet. Ez segíti a gabonának a gyökeresedési intenzitásának megindulását, hiszen ugye sekélyen gyökerezik a növény. Látható, hogy megindult a gyökérélet, itt a gyökér körül a gyökér savaknak a termelése megindult, és ezért szinte lehet látni, hogy meg is vastagodtak, és rajta láthatók a növényen a talaj részecskék. De ami nagyon lényeges, hogy ön is említette, hogy az elmúlt időszaknak a nagyon másik időjárási káros faktor az pedig a hideg. A hidegnek a változékony megjelenése, hiszen vannak olyan esték, és voltak olyan esték, ahol mínusz 3, mínusz 4, 5 fokos hőmérsékletek voltak, nappal pedig 7-8 fokos hőmérséklet. Ez a nagy hőmérséklet ingadozás folyamatosan stresszbe tartja a növény. Az alsó leveleken látható, hogy a szárazság mellett a hideg hatás is stresszelte a növényeket, itt láthatók a megfagyott levelek, és a szárazság miatt, a vízhiány miatt már visszaszáradások is kialakultak. Tudni kell, hogyha a vízhiány szempontjából az első legfontosabb tényező, hogyha nem éri el az a vízmennyiség, a növény számára levő vízmennyiség, felvető vízmennyiséget, akkor elindul a növénynél a lankadási folyamat. Ha továbbra is a vízhiány megjelenik, utána pedig elindul egy hervadási folyamat, és utána pedig jön a aszályos tüneteknek a megjelenése. A hideg azért is nagyon lényeges probléma, mert az aszály mellett a tápanyag felvételben is nagyon komoly zavar alakul ki a növény életében.
mert nappali melegebb hőmérséklet, az esti hideg, a nagy szélsőséges ingadozás miatt a növény fázik, a növény sárgul, nem tudja azt a fotoszintézis folyamatokat elindítani, nem tudja felvenni a tápanyagot, és ez is segíti azt, hogy a gabona lemarad a fejlődésben, megáll a fejlődésben, ennek a tüneteit és tapasztalatait látjuk most is. Reggeli órákban még hideg van, szinte nagy kabátot kell felvenni, és gyorsan melegszik a hőmérséklet, majd utána estére megint visszahűl a hőmérséklet. Ez a hatalmas hőmérséklet ingadozás fogja a növényt a fejlődésben. Ön hogy látja ezekre a problémákra, milyen megoldás lehet a lomtrágya, a szilátrágya? Nagyon sokan mi is az otthoni gazdaságunkban, illetve több üzembe is járva a gazdatársakhoz szaktanácsadás során látom, és kérdezik tőlem, hogy mivel próbáljuk erősíteni ezeket a növényeket ebbe a száraz, stresszes időjárásba. Mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a legfontosabb tényező az a talajvizsgálat. Az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a növény a talajomban milyen tápelemek vannak. Az is veszélyes tényező, hogyha nagyon sok lomtrágyát, nagyon sok stimuláló anyagot juttatok ki a növényre, ha nincs oldószer, ami segíti a tápelemeknek a feloldását, illetve növényi szövetekbe történő áramlását, onnantól kezdve már a sok károssá válik, ennek következtében bestresszelődik a növény, és egy része stresszként hat rá, a másik része pedig veszteségként jelenik meg a növény életébe, és ezért is kell nagyon odafigyelni az okszerűségre. Sokan kérdezik, hogy a szilárd műtrágyának van-e ilyenkor létjogosultsága. Szeretném javasolni, hogy ne szórjunk ki ilyenkor szilárd műtrágyát. A szilárd műtrágyáknak igazából az alapműtrágyáknak a megjelenésébe kell, hogy legyen, hiszen a növénynek a gyökere az a szája. Itt történik a nagyobb víz és a nagyobb tápanyag felvétel egy egészséges, élő talajból. Ha pótolni kell, akkor inkább a különféle folyékony műtrágyákkal, nitroszollal, egyéb oldott nitrogén formájú anyagokat juttassunk ki okszerűen, annak érdekében, hogy amennyire lehet a levélen keresztül próbáljuk táplálni, erősíteni, kondicionálni, és úgynevezett szinten tartani a növény. Stressz tényezők tekintetében nagyon sok különféle aminósavak, növényi kivonatok, alga kivonatok állnak rendelkezésre a piacon. Ezeket nagyon okszerűen meg kell választani és kijuttatni a növényre, de nagyon lényeges itt is, hogy kell lenni csapadéknak ahhoz, hogy ezek az anyagok oldódjanak és bejussanak a növény neptkeringésébe, és hassanak is. Kovács úr, ön hogy látja a gondos gazda módjára, hogyan lehet a talaj tápanyag igényét kielégíteni ilyen műtrágyárak mellett? Hát sajnos az energia hordozóknak az áremelkedése következtében minden műtrágyának, de jelentősen a nitrogén tartalmú műtrágyáknak az ára nagyon megnövekedett. Az elmúlt egy évben egy nitrogén műtrágya akár 5-6 szorosára is emelkedett az ára neki, és nagyon meggondolandó, hogy mikor, hogyan és mennyit pótolunk ott tápanyag utánpótláskor. Nyilván elsődleges ilyenkor, hogy az embernek rendelkezése álljon egy talajvizsgálati eredmény, amiből következtetni tud arra, hogy mennyi tápanyagot szükséges kijuttatni a növények számára. Ilyenkor nagyon lényeges, hogy csak annyit adjunk, amennyi szükséges neki, mert egyébként gazdaságilag nagyon labilissá válik a gazdálkodás. Nyilván, aki teheti, a szerves trágya felhasználását azt optimalizálni kell, tehát egyrészt a szerves trágya kezelést, hogy a benne lévő tápanyagok azok megmaradjanak, ne illanjanak el, és a trágya kezelésnek megnőtt a jelentősége. Hát nekünk, hál' Istennek van 1200 szarvas marhánk, és az itt keletkezett szerves trágyát mi mind, és mély almos tartás van, még hozzá kell tennem, tehát a szerves trágyát visszajuttatjuk a területre. Nyilván ez a mennyiség, amit keletkezik, ez minden évben nem tesz lehetőséget, hogy az összes területünket szerves trágyával szórjuk meg, de olyan 3 évenként vissza tudunk térni a szerves trágyázással a területre. Nyilván ezek a magas tápanyag árak miatt nagyon fontos, nem győzöm hangsúlyozni, a talajvizsgálat és az okszerű kijuttatás, mint ahogy a Sipos úr is mondta, mi is törekszünk a oldott műtrágyák, tehát az oldott nitrogén műtrágyák használatára.
Sipos úr, ön hogy látja, milyen megoldások vannak a talajtápanyag kielégítésére ilyen műtrágyárak mellett? Hogyan lehet ezt kezelni? Mindig is előadásokban, illetve a szaktanácsadási munkám során a gazdatársakat bátorítom és szakmailag is próbálom őket motiválni, hogy amit a Kovács úr is elmondott, és én is említettem, a talajvizsgálatnak a fontossága. És a másik nagyon lényeges, a táblaszintű talaj utánpótlás, vagy tápanyag utánpótlás, ami azt jelenti, hogy egy ekkora cégnél is nagyon sokféle talajtípussal dolgoznak. Ez maga után hozza, hogy más a tápanyag feltáró képesség, mások voltak az elővetemények, más a talaj élet, és ezért nagyon lényeges, hogy a táblaszintű talajismeret, táblaszintű tápanyag utánpótlás nagyon fontos szerepet tölt be. Amit ki szeretnék emelni, az, hogy az okszerűség tekintetében, ha látom a jegyzőkönyvből, hogy a foszforból, káliumból telített a talajom, akkor annak megfelelően, ami el nem hagyható elem, ez pedig a nitrogén. A nitrogénnek a helyes kiadása kulcsfontosságú tényező, ami segíti a többi elemnek a szállítódását is, illetve segíti a növénynek, igazából a vízfelvételének segítését és a vegetatív részeknek a fejlődését. De bármit kijuthatunk, ha nincs oldószer, nincs víz, akkor nincs élet. Ez látható jelenleg is, hogyha nem optimális kiegyenlített a növénynek a vízellátása, az a később megjelenő nagyobb mennyiségű csapadék nem fogja pótolni azt, ami a növény életében fenofázisába kimaradt. Leöregszik a növény, anyagcsere folyamatokba, kényszerérési, kényszernövekedési folyamatok indulnak el, kényszeredetten fog rövidebb nóduszokat hozni, és ezután fog majd kényszeredetten, hiszen a biológia órája halad a növénynek, ő neki az a kis programozott világa, hogy neki termés kell hozni, és ami nagyon veszélyes lesz, hogy pár szálon várható kalásznak a kinevelése, és az is a szárazság és a stressz tényezők miatt rövid kis csenevész kalászok lehetnek. A gyomirtás probléma körére milyen megoldásokat javasol a gazdáknak? A gabonáknak a gyomirtásánál menjünk vissza az őszi időszakra. Az őszi időszak kulcsfontosságú abból a tényezőből, hogy nagyon sokáig az őszi gabonákat nem irtották ősszel gyom ellen, nem védekeztek a gyomok ellen. Egyre jobban belátjuk és belátják a kedves gazdatársak is, hogy a vetés pillanatától kezdve a konkurenciát, a gyomokat szakszerűen, okszerűen ki kell kapcsolni a területről, el kell távolítani, hiszen ezek a növények a kezdeti fejlődés fázisától kezdve vizet és tápanyagot vonnak el a gabonáinktól, ami már versenyhátrányba hozza. Ezért az őszi gyomítás szempontjából az Ergon nevű készítményünket szerettem és javasoltam is az őszi időszakba, ami a kétszikűeket hatékonyan vetés pillanatától egészen az őszi időszakban bokrosodás kezdetéig ki lehet juttatni, és hatékonyan távolítja el a kétszikű gyomnövényeket. A másik nagyon nagy probléma, egyre jobban szaporodnak a területeinken az egyszikű gyomnövényeknek a jelenléte a gabonába. Ezt elősegítette a munkagépeknek, a kombányoknak a mozgása, elősegítette például az utak mellett történő bejutása, gyom halad befele, illetve tanyahelyek, gázfogadó környéki, bázispontok, villanykaró környéke, amit nehezenben tudtak védekezni ellene, és onnan szétszóródott a magja. Rozsnokfélék, ecsetpázsit, elég komoly kihívásokat jelentenek a gabonák gyomítása. A Sumi Agro palettáján az Aperon nevű terméket szeretném javasolni a kedves gazdatársaknak, hiszen most ebben a fejlődési fázisban ki kell kapcsolni ezeket a gyomokat, hiszen ha ezek a gyomok átmennek a gyökérváltáson, már nehezebb lesz a hatékony gyomirtásnak az elvégzése. A rovarok kártétele megelőzése érdekében mit ajánl a Sumi Agro? A gabona szegmensben a rovaroknak a jelenléte, ami várható, hogy következik, és már itt ott láttam egyedet, ugye ez a vetésfehérítő bogarak, a kéknyakú és a veresnyakú árpabogárnak a megjelenése, ami már ugye ebbe a fenológiai állapotba előjön a telelő helyéről, és szép lassan majd táplálkozik, párzik és a petéket leteszi. Tudni kell erről a rovarról, hogy általában ez ugye a tavaszi árpát, zabot és a gyenge bőrszövet állománnyal rendelkező gabonákat előszeretettel keresik.
keresi fel, és petézik le. És az itt lévő rovar, ugye a kikelő rovar lárvája, ugye elkezdi hámozgatni a levélnek a szövet állományát, a hátán gyűjti össze az ürülékét, egy ilyen csiga állapotot alakít ki, és egy ilyen kifehéredett foltokat lehet észrevenni a táblán. Ez mutatja, akkor már megkésett kezelés van, ha már kifehéredett foltok vannak a területen. Ezeket is hatékony kontakthatású vagy felszívódó szerekkel tudunk ellene védekezni. A Szumiagro ajánlatában kiválóan alkalmazható például az Authentic nevű termékünk, amely tartalmhatást biztosít acetamiprid hatóanyagával, 0,2 kg per hektáros dózisával tudunk adni egy tartalmhatású védelmet a rovar, a rágó szívó rovarok ellen. Később pedig, ami ha a felmelegedés halad, akkor pedig a levéltetvekre szeretném felhívni majd a figyelmet. Kovács úr, az önvetés területük jelentős része az ő bőszi gabonákból tevődik ki. Ha itt fél vagy negyed termés lesz, ez milyen hatással lehet a cég életére? Hát őszi gabonák, ezek nagyságrendileg 30%-ot teszik ki a vetés területünkből. Nyilván a gabonárak az elmúlt időszakban növekedtek. Egy ilyen 45-50%-kal mentek föl a gabonárak az elmúlt időszakban. A legutóbbi időszakról, háborús időszakról nem beszélek, most egyáltalán naponta változik a gabonák ára. Nyilván a növénytermesztés eredménye, ami képződik, ennek jelentős része az őszi gabonákból tevődik ki. Tehát, hogyha itt csak egy féltermés vagy harmadtermés lesz, akkor ez nagy gondot jelent az Árpád Agrár ZRT életében. Kovács úr, ön mindig is támogatta az öntözés fejlesztést a cégnél. Most mekkora területet tudnak öntözni, és most hol tartanak az öntözés fejlesztésben? Hát jelen pillanatban mi a területünknek mintegy 10%-át tudjuk csupán öntözni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk fejleszteni az öntözés területén a továbbiakban is, adtunk be pályázatokat. Nyilván látszik, hogy ez a csapadék mennyiség, ami ezen a délalföldi részen hullik, ez már nem elég ahhoz, hogy biztonságosan lehessen gazdálkodni. És az a csapadék is, ami hullik, ez is hektikusan oszlik el, tehát nem egyenletesen, hanem van, amikor egyszerre nagyon sok csapadék esik le, és másik alkalommal pedig hónapokig alig esik csapadék, és minimális. Tehát öntözés nélkül gyakorlatilag most már kockázatos a termelés. Nyilván vannak olyan növények, amik öntözés nélkül el se vetünk már, tehát csak öntözőgépek alá vetjük őket. Korábban ugye azt mondtuk, hogy az őszi búzát azt nem kell öntözni, hiszen az őszi búza az a természetes csapadékkal is megterem. Eljutottunk odáig, hogy az őszi búzát is meg kell öntözni, tehát mi is most itt, amire lehetőségünk lesz, a közeli napokban megfogjuk a túloldalon lévő búzánkat öntözni. Ahogy jöttünk be a búzaföldre, kiszáradt csatornát láttunk. Ha fejlesztik is az öntözést, milyen vízvételi lehetőségeik vannak itt a térségben? Hát ebben az ügyben szerencsénk van, hiszen Szentes környéke az jól ellátott öntözővízzel, természetes vízfolyások vannak. Itt van a Körös tőlünk nem messzire, és a Körösből a Kurcán és a Vekeren keresztül el tud jutni hozzánk az öntözővíz. Tehát van itt rendelkezésre álló öntözővíz elegendő. A másik az, hogy ezt kell meggondolni, hogy ezt is a tápanyag gazdálkodáshoz hasonlóan az öntözővizet is okszerűen használjuk ki, hiszen ennek a öntözésnek a költsége is nagyon komoly tételt tesz ki a gazdálkodásban. Ebben a száraz hideg időjárásban mi történik a gombákkal, mit lehet tenni ellenük? Az időjárási tényezők hatnak az élővilágra, így a kórokozókra is.
tisztában kell lennünk, hogy az adott területen milyen talajművelési módokat alkalmaztunk, forgatás vagy forgatás nélküli talajművelés, mélye fekvésű terület, a nedvesség hogy áll a talajba. Másik, ami nagyon lényeges, a fajta érzékenység kérdése. Az adott búzafajtám, árbafajtám mennyire érzékeny a kortani tényezőkre. Különösen az őszi árpát szeretném kiemelni. Az őszi árpa mindig is érzékenyen reagált a hőmérséklet ingadozásra, a tápanyag és a stressz tényezőkre. Ilyenkor intenzívebben sárgul az árpa. Azt szoktam mondani, hogy az árpa csodára képes, ki tudja rugni magát, és utána pedig nagyon szépen, ha megfelelő a hőmérséklet és a tápanyagellátás, utána megzöldül a növény a víz segítségével is. Tudni kell, hogy ha a növény az adott termőhelyen nem érzi jól magát, és a környezeti, tehát az élő és életelen tényezők adottak, akkor a kórokozók intenzívebben tudják megtámadni. Többfele járok a határba, el szeretném mondani a kedves nézőknek, hogy jelenleg ebbe a szárazságba kimondott kortani nyomással nem lehet találkozni. Itt-ott-amott lehetett látni levélbetegséget, kezdődő helmintospóriumot, vagy éppen különféle ehhez tartozó színelváltozásokat a levélen, de ezek az időjárási tényezők nem kedveznek a kórokozóknak a támadásának, de résen kell lennünk, mert ha az időjárás olyanná fordul, akkor a rengeteg tápanyagot, amit kijuttattunk a növényeknek, intenzívebben kezdi felvenni a növény, maga után hozza, hogy a szövetállományok meglazulnak, és az ilyen meglazult szövetállományokat a kórokozók előszeretettel keresik meg, és támadási felületet találnak. A Sumiagro palettáján két gombalőszert szeretnék kiemelni. Az egyik a Mizona nevű gombalőszer, aminek a hatóanyagai kiválóan hatnak megelőző hatásként, gyógyító hatásként a növénynek a kortani problémáira, és ami nagyon lényeges, hogy olyan élettani hatást ad a Mizona például egy árpánál és egy búzánál zászlóslevél kiterülésének kijuttatásakor, hogy zöldíti a növényt, roborálja, erősíti a szövetállomány, nagyobb lesz a fajlagos levélfelület, és egy haragosabb zöld szint tud neki varázsolni. 0,75 1 liter per hektáros dózissal szeretném javasolni a kijuttatását. A kalászvédelemre is fel kell készülnünk, mert nem tudni, hogy a kalász virágzás időszakában milyen időjárás várható. És a fuzárium mindig ott ólálkodik a gabonatáblákon, hogy ki tudja fejteni a támadási felületét. És a Szolej nevű gombalőszerünket szeretném megemlíteni, két kiváló, két azol, bromakonazol és tebokonazol hatóanyagával áll rendelkezésre, virágzás kezdetén kijuttatva, nagyon gyorsan felszívódik, tartamhatást ad a növénél, és a dontoxin csökkentésben óriási szerepe van ennek a terméknek, ami nagyon lényeges, hogy keverhető rovarörőszerrel és lomtrágyákkal is. Oda kell figyelnünk, nem szabad magára hagyni az állományt, de a jelenlegi szemlézések során nagyobb kortani nyomást nem tapasztalok. Esetleg ilyenkor egy rezes készítménnyel, például egy szergomillal történő kezeléssel egy preventív védelmet tudunk adni a növénynek a szövetállományának, hiszen sérülések érték a növényeket. Ha valaki hengerezte, gyomfésűvel törte esetleg a növényeknek a szövetállományát, vagy a hideg fagyhatások azért károsítják a szövetállományt, ezeknek a védésére, mint egy kis védőfüggönynek a kialakítására kiválóan alkalmas a magas résztartalmú szergomil készítményünk, 2 liter per hektáros dózissal kijutatva egy preventív védelmet tudunk adni. Említette a hengerezést és a gyomfésűzést. Milyen szerepe van itt a munkálatokban? A tavasz időszaknak két fontos műveleti eszköze, a gyomfésű és a henger. Mind a kettő előkerült az idejébe a gazdáknak a munkája során, mi is elővettük ezeket az eszközöket. Aki biotermesztésben gondolkodik és folytat, annak elengedhetetlen eszköze a gyomfésű, hiszen a legfontosabb szerepe kora tavasszal a kapillárisoknak a elzárása, tehát van a talajnak a felszíne, és ugye ott kicsit megemelte a téli hideg a talaj felszínét, és a gyomfésű mozgásával kiveri, eltávolítja a csírázó kis gyökérrendszerre rendelkező gyomokat, illetve a talaj felszínét elzárja a kapillárisokat, ahol a talajból a pára, a nedvesség tud párologni. Mindenkinek javaslom, akinek van lehetősége, a gyomfésűzés egy nagyon fontos műveleti eszközként jelenik meg, használják. És a hengerezésnek milyen szerepe van?
a hengerről megoszlik a vélemény. Vannak olyan szakmai csoport, aki azt mondja, nem szabad koratavasszal hengerezni. Van a másik csoport, aki azt fogalmazza meg, hogyha indokolt, akkor be lehet vetni a hengerezést. Nagyon lényeges, hogy vizsgáljuk meg mindkettő oldalt. Aki azt mondja, hogy nem szabad tavasszal hengerezni, alátámaszza azzal, hogy sérül a hengerezés során a növénynek a levele, hektikus a hőmérséklet ingadozás, egy fagyos reggeleken egy stresszes növénynek a levelének a károsítása, az ugye még a hengerrel egy újabb stresszt adunk a növénynek, megtörjük a levelét. De a másik csoporthoz, hogyha csatlakozom, ők ugye azt mondják, és mi is alkalmaztuk az idejében otthon a saját gazdaságunkban a hengerezést, hogy a talaj felső rétegét a téli fagy megemeli, ennek következtében a pici gyökerét, ami a növénynek fejlődik, kicsit megszakítja, és ennek következtében a hengerezéssel, sima hengerrel, vagy Cambridge hengerrel, tehát olyannal, amivel nem nagyon törjük meg a növénynek a szövetállományát, megfelelő fenológiába, visszatömörítjük a talajnak a felső rétegét, azt a légüres teret picit visszanyomjuk, és ennek következtében megóvjuk a növénynek még a párolgását és a gyökeresedését segítjük elő. Igaz, hogy megtörjük a növénynek picit a szövetállományát, de a sok rossz közül, amit az idei év tavasza adott, vízhiány, hideg éjszakák, csapadékmentes körülmények, mégis tettünk azért, hogy a növényeinket picit visszatömörítettük. Másik szemlélet, például egy csillaghengerrel történő hengerezés során, ugye a kijuttatott szilárd műtrágyát sokan, ugye a fejtrágyázás során, a hengerrel tömörítették vissza, tették bele a talajba, vagy nyomták bele annak érdekében, hogy ne a talaj felszínén legyen, és ez volt a gond a tavaszi tápanyag utánpótlásnál, hogy ugye az engedélyezett időszakban nem lehet, tehát a korai időszakban, amikor volt egy pici hótakaró, nem engedi a törvény kijuttatni a tápanyagot, és amikor már engedi a szabály a fejtrágyázás, a kijuttatását, akkor megérkezett a száraz periódus, és nagyon sokan a szilárd műtrágyát a talaj felszínére juttatták ki, és ott bizony bomlásnak indult az időjárási tényező következtében, veszteség érte a műtrágyáknak a kijuttatását. A hengerezés ezt is segítette valamelyest visszatömöríteni, belenyomni a talajba ezeket a műtrágyákat. Mind a kettőnek van jelentősége, egyre fontosabb lesz a hengernek, meg különösen, hiszen a víztakarékos megoldás technológia eleme mindig is régen is a henger volt, gondoljunk a gyűrűs henger kérdés, a Cambridge henger, a csillaghengerek, a sima henger, nekünk még megvan nagyapámnak a lóval vontatott sima henger, azt is bevetettük annak érdekében, hogy növénykímélője, de vissza tudjuk tömöríteni a talajt. Úgy láttuk, hogy a hengerezett terület a hengerezetlenhez képest otthon erősebb, homogénebb állományt eszközölt. Mindig azt mondta a nagypapám, hogy ha Tibor napján a nyúl kilátszik még a gabonából, mint ott a háttérből is látszik, hogy ott táncolnak a nyulak, akkor elvileg gyenge termés várható, mert ilyenkor már ebben az időszakban már a nyulaknak nem szabadna, hogy kilátszódjanak a gabonából. Sajnos ez is mutatja, hogy le vannak a növényeink maradva.